Egy valamire való show műsorban, hát lehetetlen ne legyen csinos, attraktív, igazán vonzó, szexis hölgy. Nos, a mi adásunkban is van. Nem akárki. Kató néni! Kicsi bogárkáim, hát a mai vendégem ki lehetne más, az általam nagyon tisztelt Paracki Laci, szervusz Lacikám. Mi jó kis transzakódban, most láttam Angyalkám. Most csináltam reggel, azért vagyok kialvatlan. Igen, láttam, még nem fejezted be, de azért egészen jól nézel ki. Hát Angyalam, én el vagyok ám képedben, képzeld, most olvastam a kalendáriumban, hogy te már 51 éve vagy a pályán. Igen, tavaly azt érdekeltem, hogy 50 év az 50 év, most itt vagyok, mi kéne még. Hát meg se látszik rajtad. Még 50 év az volna jó, stb. Stb. Hát Lacikám, megmondom őszintén, hát ez nagyon megdöbbent, hogy te most már rekorder vagy, talán te vagy itt a doyenje a szakmának. Nem akarok öregíteni, nem? Szerintem nem. Tegnap volt egy másik televízióban műsorunk, és ott legnagyobb örömömre a régi játszótársakkal találkoztunk, és a legkedvesebb, legrégibb, a Kovács Erzsi. Na, megmondom neked őszintén, hogy én dolgoztam veled pár évet, ugye nehéz azt elfelejteni, Lacikám, nem könnyű, az biztos, de ami érdekessége, hogy mindig eszembe van, hogy akkor meglátnak az emberek téged, mindenkinek már vigyorog az arca, mindenki tényleg ilyen öröm hullám, öröm cunami fut rajtunk végig, Angyalkám. Mondd meg őszintén, mi a titka, hogy te 51 éven keresztül ilyen jókedvűen tud az embereket, hogy is mondjam, te szórakoztatni. Most hogy hívjalak? Józsikának vagy Katolini? Hát most Katolini vagyok, Angyalkám. Katolini van mindenképpen. Abból szögből, hogy látom, lehet, hogy nem úgy. Lehet, hogy nem tudok helyes választ adni neked, de egy biztos. Gondolj bele, 62 óta nekem a szerzők, nekem írják a dalaimat, testre szabottan. Tehát én mindig megbeszéltem, az első pillanattól kezdve, legyen az Szenes, vagy Esnagy, vagy Dobos, vagy Lovas, vagy Pályer, vagy Fényes Szabolcs, vagy bárki, ma utóbbi 15 éve Kaszás Péter barátom. Mindig, hát elsősorban barátnak kell lenni, és abban a pillanatban már ismernek és tudják, hogy mit kell írni az Arackinak, a Kósnak, a Kovács Katinak, sorolhatnám sorban. Na most, ha nekem olyan dalokat írtak, mint amilyenek, akkor én már megközelítően úgy megyek ki a színpadra, mint a nagyszobámból a konyhába. Angyalkám, hát akkor te teljesen otthonos érzed magad. Már ne haragudj, hogy pont a szakmádról beszélek, a főzésről. Persze, Angyal, hát arra vigyázni kell a főzésben, nem engedek bele szólást. Tehát főzöl egyáltalán, Lacikám? Én nem főzök, én csak egy fölmelegítő apuka voltam, nem kell félreérteni. A feleségem, hogy amikor dolgozott, televízióban sminkes volt, meg fodrász, akkor ő mindig megfőzte az ebédet, és nekem, mivel otthon voltam, mivel here voltam, addig, ameddig nem kellett indulni az indulásig, akkor mindig nekem kellett megmelegíteni a kaját a Zsolti fiamnak, aki ezt mindig tudomásul vette, nem csak az anyja főztét szerette, hanem az én melegítésemet is. Angyalkám, konzervet melegíteni, tehát az Aracki Laci tud a legjobb. Azt tudtam! Közép-Európa legjobb konzerv melegítője ül mellettem. Ez Lacikám, igaz. Erre büszke vagyok, én is megmondom. 7 ujjal kevesebben van, mert mindig beletört az ujjam, levágta teljesen, de attól ezek műujjak tudni. Így mindig tulajdonképpen jól éreztem magam addig, amíg bekötöztek. Na, Lacikám, azért most ugye te nyaranta mindig a Balatonparton vagy, gondolom, igen, hogy szinte választhatatlan tőled a kis nyaralód. Van neked valami hobbid? Mert azt még sose tudtuk róla, hogy te mivel foglalatoskodsz, amikor nem énekelsz, amikor nem vagy úton, amikor éppen szabad időd van, mert nem nagy nyilatkoztál te erről. Elsősorban most nagyon-nagyon előtérbe került a számítógép. Ne mondj ott. De... Számítógép? Te figyelj, nem vagy vírusos? Remélem, nem? Ha közel arra épülök tőled, akkor nehogy elkapjak valamit. Nagyon jó. Megmondom őszintén, van ez a kukkolás, fészer kuk, vagy hogy hívják. Na, azt állandóan jelölgetik egymást az emberek. Azt mondja, komasszony, azt mondja, te nem jelölsz semmit, mondom, én már nem merek jelölni, az uram megívott 6 korsó sört, az egész falut végigjelölte, én már nem jelölgetek semmit, Angyalkámban. És érted ezeket a nyomogatós izékőt? Ilyen műszaki, micsoda lettél, ilyen ismerős? Én azt hiszem, hogy igen, hogy nem tudnak eladni benne. Hát most, hogy hoztam neked ezt az anyagot, remélem föl is fogod használni, és nem csak arra használod, hogy a
ha mozog az asztal lába, akkor alá teszed. Hát hoztál nekem egy ilyen DVD-t, vagy hogy hívom, igen. Igeraktam, nem hallottam semmit, hiába rakom ide pillám, ő. Ez neki valami... Még nem hallod? Még nem hallom angyalkán, de majd nagyon jó dalok vannak rajta, és remélem, hogy fogjátok használni. Hát mi az, hogy használjuk? Abszolút értelemben használni azt kérlek fogjuk. Szépen, most reggel másoltam nektek. Ez nekem egy óriási élmény. Hogy is mondjam neked, a fellépéseimnek a... Ezt nem nagyon félve mondom ki, mert olyanok is meghallják, sőt, na, mondjuk aki, mondja. Akik kihasználnak engem, mert de. A szerződéseket mindig tőlem kérik, hogy írjam meg, mert akkor megsporolják maguknak a munkát. Na. Úgyhogy nekem az irodai munkámmal is nagyon sok dolgom van. Azért neked a számítógép. Igen, többek között. Na meg aztán azért, hogy már magam vágom a zenei anyagomat is. Na hát, miket? Kaszás az... Pétertől tanultam ezt is, nem csak remek zeneszerző és jó barátom, hanem az ő hatására kérlek szépen fejest ugrottam. Szóval akkor te másolod ezeket a kazettáidat, saját magad másolod, nem? Nem, 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 nem. Itt arról van szó, hogy vágom az anyagot, ja, vágod. Hogyha, meg összerakom, meg te képzeld el, hogy én ma például, vagy tegnap előtt két régi dalt énekeltem rá. Most azt hiszed, hogy elmentek hazulról nálam, mert az, annál az, a piroska, igen. És a valaki hiányzik a táncból, új változatát csináltuk meg. No. Olyan alapot csinálta a kaszás, hát nem tudom, ez már a hanyadik. És ez olyan jó érzés, mert egyből fölkapja a közönség a fülit, hogy ez a piroska ugyan, de nem az a piroska. Nem, mert nem lehet az 1966-os zenei alappal énekelni, mert akkor kiröhögnek. Hát angyalom, én nem röhöglek ki, biztos vagyok benne. Én angyalom, ami azt illeti, a másolása nekem semmi bajom, mert az olyan unokám is nagyon sok mindent másol. Te Lacikám, ha tudnád, az minden reggel berak ilyen fehér papírt egy ilyen fénymásolóba, és 20 000-es jön ki a másik oldalán. És hogy örül annak, te képzeld el? Hát hogyne? Te idefél nem tudnád megadni a unokád címét? Angyalom, nem adom meg, mert most éppen... Ja, akkor neked kevesebb jutna, nem? Akkor neked igen, jutani hát kevesebb. Nem, években nem. De, jó, Lacikám, komolyra folytva szólt, ez egy komoly műsor, nyilván. Én ott vagyok én, riporterként, tudom, vagy, hát az nyilván tudom. Komoly dolog lehet, tehát nem ilyen kis tingli-tangli, dolog, ez egy komoly. És semmi humor, semmi. Komoly Dostojevszki. Komolyan, mert minden az Anyegin múlik. Anyegin múlik, így van pontosabban. Lacikám, szóval ami érdekesség ennek a dolognak, hogy 51 év után is legalább annyit dolgozol, mint a pályád elején. Hát, népszerű vagy a fiatalok körében is. Te szerinted mi az oka annak, hogy téged a fiatalok is épp úgy szerettek, mint a szebb korosztály, mondjuk az én korosztályom, mondjuk én fiatal vagyok. Az egy biztos, hogy nem kimondottan a személynek szól ez, hanem azoknak a daloknak, amiket én énekeltem. Olyan szexisen énekled, vagy valami más vagy módon? Nem csak azért, hanem gondolj bele, hogy az ő szülei, de tovább megyek, inkább a nagyszülei, meg, nekik megvannak ezek a bakelit lemezek, hogy mennyire igazad van, amit mondsz, hogy mindig két évenként hívnak a diák a Pepsi-szigetre. Na most ott tudod, az állati átlag életkor az igencsak 18-20 év, uh-huh. Vagy még alacsonyabb. A dalaimat, a régi dalaimat nem tudod megmagyarázni, hibátlan szöveggel éneklik velem. Az, hogy csápolnak, azért van, mert olyan dalokat is leraktunk a kaszással, ami zeng, ami döngetős, és hát a mai kornak megfelelő, és hát a csápolás az ugyanúgy működik. Tehát akkor tulajdonképpen, Lacikám, át kell mindenképpen hangszerelni ezeket a nótákat. Mindenképpen. Hát, például én is éneklek ilyet, hogy például ugye, szeretném a villanyórát megállítani, hogy ez már modernül van csinálva, és nagyon aktuális édesem. De ide figyelj, te egyre többet foglalkozol ebben a plusz megélhetési lehetőséggel. Mert az, hogy az unokádat arra szerintem te tanítottad, ez a fénymásolás, mert az egy nagyon komoly munka. Nagyon-nagyon komoly munka. Én nem tudom, hogy nem téged láttalak-e a TV híradóba, amikor ezt a villanyórával te variáltál ott. Az nem te voltál? Nem, angyal, dehogy is én ilyen eszembe nem jutott. Nem ebbe a ruhába voltál. Én, Lacikám, ha jön a villanyszámlás, akkor például télen, ugye mindig meg kell mutatni, mennyit mutat az órám, és én az ujjamon szoktam mutatni. Csak azt úgy oldottam meg édesem, hogy egy ujjas kesztyűben mutatom mindig. Én mindig egyet mutatok, és azáltal mindig annyit. Egy kilóvat? Egy kilóvat, angyalom, az van most. Nagyon sokat fogyasztasz, Józsikám. Senkinek nem tűnt fel, mi?
Nem, édesem. Meg az igazság az, hogy ugye nálunk, most bevallom őszintén a mi falunkba, ugye energiatakarékosak vagyunk, ám mi is. Na. Átértünk a biogazdaságra, ami minden dolog. Hogyne, persze. Hát egészen más világban ám a mi falunkban is. És mit csinálsz a Rizskával? Ha tehenem, az dolgozik a kispostán. Angyalom a kispostán a nyelvtudását hasznosítja. A bélyeg? Bélyeget fönnyolja szépen mindig így az izére, és ő a búgó hang a postán a telefonba. Képzeld el, ezt csinálja ő, Rizska. Mert dolgozik. Hát nem szóval, akar. Akkor te több lábon állsz ezek szerint. Hogyne, angyalkám. A Rizskába is bevezettem a hideg-meleg vizet, úgyhogy már de összkomfortos Rizska, teljes egészében, úgyhogy nagyon-nagyon más te világ. Te nem szokott engem emlegetni? Rizska tehén? Hát, angyalom, réha szokott emlegetni. Mindig mondta, azt mondja, hogy az a múlja Laci, van emlék? Hát mondom, van, persze. Olyan jól esett mindig, hogy megnyalta a nyakamat, aznap már, meg a arcomat, aznap már nem kellett posakodni. Lacival sokat dolgoztunk annak idején, angyalom, közösen fölléptünk, mint Kató néni, és a Rizskát is mindig vittem magammal. Hát nehezen féltem az autóban, de azért csak elvoltunk. Igen. Érdekes dolog, Lacikám, szóval visszatérve te dolgaidra, hogy tehát modern hangszerelésben ugye a fiatalokat is tudod most már szórakoztatni, és egy picit úgy vagy vele, hogy te is mondtad, hogy nem is számítottál arra, hogy 51 év után is te még érdekes leszel. Jó, őszintén, na most nagyon néz a szemembe, nagyon őszintén, mert kétszer tikkelek ám, hogyha nem nézel bele, hogy az a sok most feltűnt fiatal sztár, az nem zavarja meg a ti munkásságotok? Az a sok énekes, most sok megasztár, gigasztár, tejútrendszer sztár, kvadrásztár, minden lett, tehát nincs ilyen olvasztár, stb. Tehát nincs ilyen fajta nehézség most egy énekes életében? De hogy... bizonyára van. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem, de egyet azért nem kell elfelejteni. Hát nem csak én öregedtem, az a közönség, aki 51 év óta mellettem kitartott, azok ugyanúgy várják azokat a dalokat, amiket én énekeltem, mert az nem csak jó dalok voltak, hanem mindig való szimbiózisban éltek azokkal az érzéseikkel, ami az adott pillanatban akár szerelem, akár barátság kialakulásában katalizátora volt az én dalom, a másokink dalai az ő életükre. És ezeket nem lehet elfelejteni. Lacikám, még egy nagyon fontos kérdés, amit én már fel akartam többször kérdezni. De jó volt a válasz. Jó, nagyon jó volt, nagyon jó volt. Mint én mondtam volna, angyalokám. Köszönöm olyan szépen. Jó volt legalább. Ne. Ilyen bulvárosat is szabad, ilyen bulváros. Azt kérdezel, amit akarsz. Pikáncsos. Amit akarsz. Ilyen pikáncs. Hát nem annyira pikáncsos, csak olyan félig. Nem kell itt most tenni, venni magadat. Nem, Lacikám, most őszintén. Te jó vagy rossz, vagy rossz viszonyban vagy a Kós Jancsival? Mert mindig, ahol megjelentek a tévébe, vagy veszek... Én rossz viszonyban? Tegnap köszönt. Ne viccelj! Tényleg? De köszönt! Először életében, köszönt. Nem? Én a Facebookra leírtam, hogy én mindenkinek örültem, még a Kósnak is. Na, hát annak örülök. Vannak rossz pillanataim, de akkor is örültem neki. De most őszintén, van ennek valami fajta háttere ennek az ilyen csipkelődésnek, vagy ez csak játék? Ez az ég a világon. Most miért adjam ki magam? Hát most a nap, most van a nap lemenőben, és akkor áruljam el a mi kettőnk kapcsolatát. Szóval ezt nem szabad akkor kiadni? Ez egy ilyen de kiadom, nagyon... a legjobb barátom, na, angyal, a legrégebbi barátom. Jaj, de egyet azért elmondok neked, mert te voltál, jártál nem egyszer a mi nyaralónkban lent ott Balatonon, és képzeld el, hát tudod, mennyire adok én mindig a fűre, hogy milyen szép legyen. Nagyon ad rá, angyalom, még a Rizskát sem engedte mindig, oda. Érted? Mindig. És képzeld el, hogy reggelenként jövök, kidőzölöm a szemeimet, és ott látom a vakondokat. Na. Te tudod, milyen rossz érzés ez? Nagyon-nagyon, ezt tudom. Én már mindent kipróbáltam, bevallom férfiasan, tudom, az állatvédők ezért most orrolhatnának. Olajos rongyot dugtam be. Ó. Sörös üveget, előtte megittam, sörös üveget. Ó, az még rosszabb. Hát ide még rosszabb, mert megint csak jöttek. Hát azt hiszem berúgtak, anyagok. De kipattant az isteni szikra. Na. Kihoztam a nagy magnókazettámat, a lejátszót. Rátettem egy Kós dalt a kislánya zongoránál, őrült hangerőt rátettem. Ide figyelj, Kató néni. Azóta nem nálunk a nyaralóban nincs vakond, hanem az egész Balaton északi oldalán nem lehet vakondot találni. Kedves angyalkáim, Kós János PR menedzserét hallották. Én nem tudom, de ez az igazság. Ez az igazság. Az, hogy ő állandóan engem avval frosztrizik, hogy nagyon jó, csak hát van köztünk különbség. És akkor én megkérdeztem, hogy mi? Szóval 20 centi.
Angyalom, hát... Barát az ilyen? Hát én nem is tudok erre mit mondani. Akkor miért foglalkozol te ebből állandóan? Jó, akkor zárjuk le a kóstügyet, akkor zárjuk le, most már mindent megtudtunk. Végre kérem kell... magamnak, hogy beszéljek róla. Kérdezze, kiadhat magad, hogy ki mérgelődt. De látod, hogy föl... Látod, nagyon mérge, angyalom, hát nagyon mérges, hát olyan izé, olyan most jöttem stresszes a vérnyomással, és akkor engem nekem fölhozott ezt a... Már nem is jut eszembe jó, a neve. Jó, Lacikám, én is járok például természetgyógyászhoz, az nagyon fontos dolog, és én természetes módon gyógyászkodom, angyalom. Például múltkor beleültem a kötőtűbe, és angyalom akupunktúrás kezelésben volt részem. Képzeld el, ilyeneket csinálok. Hát minden dologban. Te is ezt továbbítod is? Igen. Hát például tudok ilyen tudományos dolgokat, hogy például szúnyogcsipés, angyalom, annak van, mindenki veszi drága különböző spréket. A legegyszerűbb módszerre meg kell vakarni, angyalom. Az a legegyszerűbb módszer, és legolcsóbb is. Na most, ezeket én nekem van egy sokkal jobb ötlet. Na mondjad. A családomban, baráti társaságomban mindenki nagyon szurkál a szúnyog, én meg így ülök. Na. Azt mondták, hogy azért, mert sós a vérem. Hát miért nem cseréled le a véredet? Hát angyalom... Én tudom a módját. Nem is kell befeküdni a kórházba. Unokádnak szól, vénába be, mindent kiöntesz, bele a lavorba, a vért, 15 dek a sót beleszólsz, megkevered, és vissza. Hát nem rossz, tehát az uramnak volt angyalom ilyen problémája, elment önkéntes véradásra. Igen. És ugye van A-s, B-s, 1-as, 0-as vér, neki oportó volt a vére, képzeld, és sajnos nem tudták semmire se használni. De Lacikám, ne ilyen véres eseményekről beszéljünk, sokkal komolyabb dolgok is vannak itt. Mondd meg őszintén, hogy ugye most éppen mondtad Kaszás Petihez mész, tehát mindig valami újdonságon törétek az agyatokat, mindig valami új dolog történik. Van-e valami olyan meglepetés, amit úgy szánsz arra, hogy na hát most 51 év vagyok a pályán, amikor 55 éve leszek a pályán, na akkor majd valamivel előrukkolok. Józsikám, üres kapukat döngetsz, mert az 50 évre megírta a Péter, 50 év az 50 év. Uh-huh. Annyi mindent énekeltem már, boldogságról és arról mi fáj. Mit tudom én, hogy van most a szöveg? De tény az, hogy nagyon jó a dal, mert 50 év az 50 év. Most itt vagyok, mi kéne még. 50 éve álmodom, hogy soha abban nem hagyom. 50 év az 50 év, most itt vagyok, mi kéne még. Még 50 év az volna jó, mert soha abban nem hagyom. Bizony. Hát Lacikám, így legyen. Köszönöm, hogy eljöttél be kis vendégségbe is. További sok sikert, jó egészséget kívánok neked. Köszönöm, hogy megtisztelt. Isten áldja. Isten áldja, Lacikám. Köszönöm.